Sziasztok, Ádám vagyok, a Mobilix TV-t nézitek, és ez itt a Maya Audio S7-es tabletje. Mint ahogy láthatjátok, Android 4.0 fut már, illetve egy kicsit a gingerbread-esi időszakot idézi még ez a mozgó háttér, ami be van állítva gyárilag, de ez egyébként megváltoztatható természetesen utólag bármi másra. És itt is látható már ugye egy új háttérkép, ez egyébként kevésbé zavaró, mert azért az előző eléggé elvonja a figyelmet az ikonokról. Itt látható a görgetés, az viszonylag egészen szép sebességgel megy, illetve a menübelépés után is, még így bekapcsolás után vagy használható sebességgel működik ez. Túl sok programot gyárilag igazából nem kapunk. Sőt, mondhatni, hogy csak a gyári ice cream szendvicses appok vannak ugye rajta, beállítások, böngésző, e-mail, talán újdonság vagy plusz program az a File Manager, kapunk galériát, ugye Gmail, Google kereső helyek, egy kamera alkalmazás, keresés, a számológép, ami érdekesség, hogy van benne egy ilyen menüpont, hogy telefon, ami igazából senkit ne zavarjon meg, mert nem lehet ezzel telefonálni. Itt van ez a tárcsázó rész, azonban a számok azok hiányoznak, és a elérhető több funkció is, többek közt itt a térképek is kereshetők, azonban telefonálni ezt nem lehet vele, ilyenkor a telefonért felelős folyamat az le is áll egy hibával. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy a gyártó egy telefonos verziót próbált rátenni erre a tabletre, ami igazából túl sok jót nem jelent, úgyhogy nézzük. A fényerőt azt állíthatjuk egészen szép nagy értékig. Itt látható is, hogy illetve érdekesség, hogy kapott egy érzékelőt elől, egy fényérzékelő szenzort, így automatikusan is tudja ezt az értéket szabályozni. Böngészőt megnyitva, ha a wifi is úgy akarja, akkor rögtön tud csatlakozni, illetve a hagyományos billentyűzetet láthatunk. Látjátok, elvileg már be is töltötte az oldalt, amelyet viszonylag egészen szép sebességgel meghajt. És maga a nagyítás is tényleg egészen gyorsan és problémamentesen zajlik, tehát ez ennyiből egy dicsérendő dolog. És ugye természetesen itt felül tudunk újabb ablakot is nyitni, akár amit zárhatunk is, vagy újat nyithatunk. Kamera ugye egy előlapi kamera található rajta, ez egészen szépen reagál, egy kicsit csúszik meg, de árkategóriájában miért, ez még egy abszolút elképzelhető és vállalható kis teljesítmény. Attól eltekintve, hogy a minőség az csapnivaló, tehát ugye ez egy egész 3 megapixeles kamera, az inkább csak webkameraként funkcionálhat. Itt a képnézegetőt láthatjátok, ez is meglehetősen szép, illetve talán a színek is látszanak, hogy egészen jók. Felülről azonban ugye látszik, hogy ez nagyon csúnya, illetve már kis szögnél is csúnya, azonban minden más oldalról viszonylag szépek. És itt mellette látszik a képernyő forgatás is, ahogy szépen átugrik. Illetve van itt két videó is, simple videó. Tehát láthatjátok, hogy viszonylag egészen elfogadható minőségben lejátsza a videót is, aminek szerintem az adatait nem tudjuk megnézni most, hogy ez pontosan milyen felbontású videó is, de látjuk azt, hogy
a teszt videókat egészen jól lekezeli. Menüben, amit még találunk is érdekesség lehet, ugye a Google Play áruház, ugye az alkalmazásbolt, az megtalálható rajta. Tehát itt van lehetőségünk természetesen szoftvereket letölteni. Beállítások, hogyha belemegyünk, egyébként van magyar nyelv is rajta. Itt látható némi adat, ugye modellszámként a 701T van megadva. Az új 3.0.8 pluszos kernel van rajta. Illetve külön nincs kiemelve az, hogy Android 4.0 van rajta. Vagyis hát itt látható ez, de az nem tartomnak, hogy ez most tényleg erre le a tabletre is lett 100%-ban készítve, amit ugye egy kicsit ellentmond ennek ez a telefon alkalmazás, aminek nem igazán kellene, hogy ott legyen. Zenelejátszó is egy hagyományos régi felület, tehát nem a legújabb. Itt látható ez, ugye ez már 2.1-2.2 óta ez a felület található meg. Illetve ami az Android portolását illető, ami telefonról szedett verzió mellett szól, az az, hogy itt a menügombot, hogyha megnyomom, ez a rész is felugrik, aminek megint csak nem kellene egy tableten, és a telefonoknak van ez a funkció, még ugye a tableteknek ez a kis dock, ami volna. Tehát ez egy érdekesség, de ugye ezt csak a My Audio tudná megmondani, hogy miért ez került rá. Belejünk a File Managerbe, itt ugye van lehetőségünk elérni a fájlokat, amiket ráteszünk, kivéve azokat, amelyeket maga az Android folyamat véd. Igazából azt hiszem, hogy a legtöbb mindent meg is mutattam, ami van ezen a tableten, minden más letöltés után, ami még ugye érdekesség lehet, az a videó szerkesztő, amit itt külön nem tudok most ilyen pillanatban talán megmutatni. Bár megpróbáljuk itt a két teszt videóból beletenni az egyiket. De ezt mondjuk pont nem is tudom hozzáadni. Tehát igazából sok mindent nem tudok mutatni, de ez a teszt kis videószerkesztő alkalmazást ugye a legtöbb készüléken megtalálhatjuk, így erre is felkerül. Ádám voltam, Mobilix TV-t néztétek, sziasztok!